Éles karmai tisztogatja a videón szereplő három hónapos pumaikrek egyike, aki a délelőtti órákban látogat el a Nyíregyházi Állatpark interaktív bemutatótermének külső kifutó rendszeréhez, pihengetve láthatja a három kölyköt, de a késő délutáni órákban már rendszerint sokat játszanak. A Jégvilág Interaktív Állatbemutató legelső állatkőkeit már láthatják a vendégeink kicsit ebben a külső kifutó kifutórendszerben, hiszen most már három hónaposak lettek a puma kölykök. Legelőször ők négy hetes korukban mutatóztak be a nagy közönségnek, akkor volt az első állatorvosi vizsgálat, akkor nem csak vakcinázás volt, hanem az ivarukra is fényderült, három hím állatról van szó. Egy nagyon szuper tenyészpár a szülőpár, 5 éves a nőstény és 14 éves a hím, és már a tavalyi esztendőben volt szaporulat, idén pedig most egy hármas sikerpárral ajándékoztak meg minket. A pumákra jellemző, hogy magányos életmódot folytatnak, tehát csak az anya neveli a kicsinyeket. A kölykök még elsősorban anyatejjel táplálkoznak, de mellette már elkezdték a húsból álló takarmányfogyasztását is. Érdekesség, hogy a bundájuk ilyenkor még foltos, és csak később lesz egységes homokszínű. Amerikában őshonos macska féléről van szó, és akár egy hím 120 kg is lehet, ennek ellenére rendszertanilag a kismacskák félékhez tartozik. Egy olyan amerikai macskáról van szó, aki nagyon jól alkalmazkodik a lomkoronás területektől, a tűrelevelű erdőkig mindenhol megtalálható, és az ő testújánál sokkal nagyobb növényevőket is el tud fogyasztani. Ennek ellenére a populációik csökkennek, elsősorban a vadászat és élőhely csökkenés miatt. A pumák másfél-két éves korukban válnak ivaréretté. A kölykök körülbelül egy-másfél éves korukig maradnak a nyiregyházi állatpark lakói, utána pedig egy másik európai állatkertbe kerülnek.